Tisztelt megjelentek! Diósjenő község önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kérem, ünnepünk kezdetén a magyar nemzet himnuszát közösen énekeljük el. Kérem, hallgassák meg Gyurcsik Dániel szavalatát. Jobbágy Károly, mondják, a himnuszt énekelték. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek. S a könygáz, meg a tűzzel telt ég sem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Felkérem Tóth János polgármester urat, tartsa meg az ünnepi megemlékezést. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diósjenőiek! Mindig ünnepélyes az a pillanat, amikor leróljuk kegyeletünket, hálánkat azok előtt, akik a hazáért oly sokat tettek. Olyasmit szenvedtek el, ami több volt részükről, mint puszta kötelesség. A kegyelet érzései, mint hajszálgyökerek a múltból, éltetik a jelent és a jövőt. Csak az az ember nem hontalan, aki tudja, melyik történelem színpadáról lépett a mai korba. Nehéz időket élt át a nemzet, amikor 1956. október 23-ának reggele virrasztott hazánkra. Iszonyatos terhek, megpróbáltatások, népünk ezreinek börtönbe deportálása, a zsarnokság fájdalma uralta az országot. 1956. október 23-án egy kis nemzet ennek a zsarnokságnak a hajóján szabadságharcával léket ütött. A nagy Szovjetunió hazug rendszerével szemben Dávidként mert az óriással szembeszállni. Ennek a világtörténelmi eseménynek, amely november 4-én elbukott, történelmi távlata volt. El kell jönni annak az időnek, amikor a totális rendszer elbukik.
1956 Európa és a világ számára is vízválasztó a demokrácia és a diktatúra között. Kegyelettel kell emlékezni arról az eseményről, amelyről egy angol történész így ír. Nincs még egy olyan esemény a közelmúlt történelmében, amelyről annyit hazudtak, amelyet annyira eltorzítottak s beszennyeztek, mint a magyar forradalmat. Igen, néhány hazug szóval a történelem könyveket átírták és eltorzították a valóságot. 56-ról szólni nagy felelősség. Olyan erkölcsi szellemi tőkéje ennek a nemzetnek, amely be kell, hogy vonuljon a magyar történelem mitológiájába. Abba a természet fölötti világba, ahol a hősök, áldozatok, megpróbáltatások, szenvedések vannak, és ahonnan, mint ősforrásból, mindig meríthetünk. A mitológia jelenti a természet fölöttiséget, a hősiességet, a nemzet közös emlékezetét. Ha egy nemzetnek nincs mitoszvilága, amelyet a hősi események tesznek természet fölöttivé, akkor nem beszélhetünk nemzetről, akkor nincs lelki közösség. A mi nemzeti mitológiánk része számos szabadságharcunk, szabadságküzdelmünk, amelyek éltetik a nemzetet, akár Rákóczi szabadságharc, akár 1848, akár 1956. A nemzet lelkiségének, a nemzet hitének meggyőződését erősítik. Igen, mert ehhez azok is hozzátartoznak, azok is ünnepelhetnek, akik nem voltak közvetlen részesei az eseményeknek, mert hitet és lelki közösséget ad. 56-ot örök időkre vállalhatja mindenki. Megmutatja nekünk, milyen a zsarnokság ellen felkelt nép ereje, milyen egy kis nép szabadság utáni vágya. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Olvashatjuk János evangéliumában. Ez az ősi igazság különösen igaz azokra az emberekre, akikre ma emlékezünk. 1956-ot sokféleképpen nevezik. Nevezik az ifjúság forradalmának, mivel a fiatalok kezdték, és ők tartottak ki tovább. Nevezik a nemzet forradalmának méltán, mivel a társadalom minden rétege részt vett benne. Mindenki, aki ott volt, tanárok, diákok, kétkezi munkások, professzorok, egyszerű emberek. 56 talán legtalálóbb elnevezése az életforradalma, mert azért küzdöttek, hogy lehessen normálisan életet élni, hogy ne kelljen félni. A nemzet álma volt ez a szabadságról, de megérkeztek a szovjet páncélosok, a világ legerősebb hadseregének csapatai, és borzalmas túlerejükkel kivégezték a forradalmat. 1956. októberében égett a forradalom szelleme. Az emberek fellélegeztek a szabadságvágytól égve, és az utcákra vonultak. Az épületekről a porba hultak a diktatúra vérrel festett csillagai, és reménység töltötte el az emberek szívét. Elhitték, hogy képesek változtatni sorsukon, hogy képesek lerázni a szolgaság bilincsét. Ennek az államnak azonban sok helyen géppisztoly sortűz vetett véget, és vérrel festette meg az utcák kövét, melyet hamarosan a lánctalpak órákig tartó gyikorgása követett. Miután a tankok zaja elcsitult, megtorlás következett. A magyar forradalmárok mindig vértelenül indultak, és mindig leveretés, a bosszú, a megtorlás volt a válasz. A leveretés tragikus, de természet fölöttivé teszi a forradalmat. A mártíromság mindig új hitnek, új erőnek a legnagyobb adománya. A vércseppek magok. A mártíromságra építhet legtöbbet egy nemzet. Nekünk, magyaroknak megadatott, hogy új hitekhez, új erőforrásként mártírjaink legyenek. Hajtsuk meg fejünket a forradalom és szabadságharc minden áldozata előtt, azok előtt, akik a harcokban elestek, akik a sorbanállásnál váltak áldozatokká, akikkel a hóhér végzett, vagy a keserű börtönévek tették tönkre életüket. A meghurcoltak ezrei előtt, akiknek lehetetlenné vált munkájuk, egzisztenciájuk.
Az ember eltemeti halottjait, ápolja sírjukat. A kegyelet eréje különös, sajátos emberi méltóság. A kegyelet emberségünk értéke, áthatja lelkünket, megóvja szívünket, hogy hőseink fölött könnyelműen ne ítélkezzünk. Legyen bennünk tisztelet és békesség irántuk. Végezetül Babits Mihály sajátos gondolatait idézem a hazáról. Nem a föld maga szent, nem a föld a haza. A föld csupán lakhely. Ami a földben szent, az az ember emlékei. Kérem Önöket, őrizzük meg lelkünkben és szívünkben az 1956-os forradalom és szabadságharc dicső emlékét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, tekintsük meg az általános iskola diákjainak 1956-os emlékműsorát. A műsort összeállította, a diákokat felkészítette Berki Péter tanár úr. A forradalom kezdete. Az események a magyar egyetemisták és főiskolások október 23-ára meghirdetett tüntetésével kezdődött. A Budapesti Műszaki Egyetemen az összegyűlt fiatalok 16 pontban foglalták össze követeléseiket, október 23-án reggeltől a diákok által meghirdetett tüntetést először betiltotta a kommunista párt, de délutánra végül is engedélyezték. Az egyetemisták felvonulása délután 3 órakor kezdődött a Petőfi szobornál, ahol elszavalták a nemzeti dalt, majd felolvasták a 16 pontot. Egyre többen csatlakoztak a tüntetéshez. A legtöbben akkor jöttek hazafelé a munkából vagy iskolából, de voltak, akik az ablakon keresztül hallották az eddig ismeretlen jelszavakat, és így mentek le az utcára. Néhány óra leforgása alatt a tüntetők száma 50 000-re nőtt, és a néma felvonulás hangos kommunista ellenes tüntetésbe ment át. Az indulatok felszínre törtek, s megkezdődött a forradalom. A tömeg kórusban skandálta. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar velünk tart! Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza! Valaki kivágta egy nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert, amit hamarosan minden zászlóval megtettek. A lyukas zászlók a forradalom jelképévé váltak. A Petőfi szobortól a felkelők egy része a Margit hídon át a parlamenthez vonult meghallgatni Nagy Imrét. Nagy Imrét akarjuk hallani! 18 órára a Kossuth téren és a környező utcákban körülbelül 200 000 ember gyűlt össze. Reformokat ígért és hazatérésre szólította fel az embereket. A tömeg egy másik része a Dózsa-György téri Sztálin szobor ledöntésére indult. A forradalmárok 23-án este kezdték meg a diktatúra jelképének elbontását. Szobor nyakába kötelet akasztottak, csörlőkkel, teherautókkal és más erőgépekkel próbálták ledönteni, sikertelenül. Végül heggesztők érkeztek, akik lángvágókkal elválasztották a törzset a csizmától. A himnusz éneklése mellett 9:30 körül végül ledöntötték a 10 méter magas és csak nem 6 tonna súlyú szobrot. A tömeg Sztálin testét egészen a Blaha Lujza térig vitte, ahol tovább darabolták, pontosabban szétverték. Felvonulási téren, a hatalmas tribünön csak a csizma merett az égbe,
a budapestiek pedig Csizmatérnek gúnyolták a helyszínt. Nagy Imre kossuth-téri szereplése általános csalódást okozott. Gerő Ernő, az azt megelőző rádióbeszéde pedig hatalmas felzúdulást keltett a budapesti tüntetőkben. A tömeg egy része ezért felháborodásban a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete elé vonult. Céljuk az volt, hogy a 16 pontot olvassák be. Itt azonban felfegyverezett AVH-s egységek fogadták őket. A tüntetők is szereztek fegyvert, és hamarosan tűzharc bontakozott ki. Sok segítségét közül egyre többen átálltak a tüntetők pártjára, illetve átadták fegyverüket, sapkájukról pedig letépték a vörös csillagot. A felkelők hajnalra elfoglalták a rádió épületét. Megkezdődött a fegyveres felkelés. Október 24-én a pártvezetés szovjet utasításra a felkelés leverése mellett döntött. Hamarosan szovjet tankok jelentek meg Budapest utcáin. Fegyverekkel és molotov koktélokkal felfegyverzett forradalmárok válaszul a város több pontján barikádokat emeltek, és megkezdődtek az utcai harcok. A fegyveres ellenállók sikerrel folytatták a harcot a megszállókkal szemben, és egymás után tették ártalmatlanná a szovjet harckocsikat, fogságába ejtve legénységüket. Az évek óta Magyarországon élő szovjet katonák számos esetben nyíltan barátkoztak a felkelőkkel, akik gyakran meggyőzték őket a forradalom tisztaságáról. Október 25-én a tüntetési menetek az Országház elé a Kossuth térre vonultak, ahol Nagy Imre megjelenését követelték. Délelőtt 11 óra körül mintegy 5000 békés tüntető gyűlt össze az Országház előtt. Ekkor a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a tér körüli más épületek tetejéről az AVH mesterlövészei tüzet nyitottak a tüntetőkre. Másik részük a háztetőkön megbújó orrlövészekre tüzelt. A tömeg csak nehezen tudott a térről elmenekülni. A vérengzésnek 61 halálos áldozata, és csak nem 300 sebesült. A Kossuth téri tömegmészárlás végleg a fegyveres forradalom felé sodorta az eseményeket, ami hamarosan a kormány bukásához vezetett. A felkelők újult erővel lendültek támadásba, a szovjet csapatok és az AVH egységei ellen és a város több pontján is győztek. Fegyveres felkelés sikere és gyors terjedése hatására október 28-án Nagy Imre vezetésével új kormány alakult ki, ami azonnali tűzszünetet rendelt el. Nagy Imre rádióbeszédében többek között megígéri, hogy a szovjet csapatok el fogják hagyni Magyarországot. Az AVH-t feloszlatják,
és a hagyományos magyar zászlót újra hivatalossá teszik. Ezzel Magyarország megindulhatott a demokratikus fejlődés útján. Ám ezt a Szovjetunióban másként gondolták. Hruscsov és vezetői köre úgy döntöttek, hogy a forradalmat fegyveres úton fogják leverni. November 4-én az akkori világ leghatalmasabb szárazföldi hadserege támadta meg hazánkat. Fiatalok által. Utolsó rádió beszédében még ellenállásra szólította fel a lakosságot, de a túlerővel szemben nem tehettek sokat. A Szovjetunió másodszor is megszállta hazánkat. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak kővárosok ellen, ezzel a nyilvánvaló szándékkal, hogy megköntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közjön az ország népével és a világ közvével. A 1956 hősei nem haltak meg, nem szenvedtek hiába. Olyan rendkívüli bátorságról tettek tanúbizonyságot, olyan egyetemes akaratról, az idegen zsarnokságtól való megszabadulásért, hogy végül az egész világnak szembesülnie kellett a kommunizmus valódi arcával. Az 1956-os forradalom volt az egyik első lépés a kommunizmus felbomlása felé vezető úton. Ez a lassú folyamat 1989. október 23-án teljesedett ki, amikor Magyarország köztársaság lett, és ismét szabad és független állammá vált. Kérem, hallgassák meg Gyurcsik Dániel szavalatát. Somogyvári Gyula, magyar mi atyánk 1919-ben. Van-e imádság forróbb, könyörgőbb, mint a miénk most? Kínok imája. Nyisd meg, nagy úr, a fellegek kárpítját, s irgalmas szívvel figyelmez rája. Nincs annyi fűszál libanoni lejtő, mint ahány könycsepp pús magyar szívekbe. Hallgass meg, kérünk, jaj, most az egyszer mi atyánk, ki vagy a mennyekbe. Könyörgünk, nézz ránk, hisz az nem lehet, hogy síró szóval pusztába kiáltsunk. Sok volt a vétkünk, nagy büszkeségünk, felhőkig járt az álmodásunk. De most bánattól gyötrötten mondjuk, szenteltessék meg a te neved. Végigvertél a borzalommal, és mégis most is széthúzunk, látod? Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, jöjjön el végre a te országod. Ugye nem szórod szét ezt a népet bújdosónak a nagyvilágba, hiszen te hoztad Ázsiából, s verted, de védted a pusztulástól ezer évig. Mondd csak, hiába. Voltunk a véres védőbástyád, s voltunk villámló ostorod. Tégy velünk, ahogy megérdemeljük. Legyen meg a te akaratod.
Üldjed szívünkbe a szerelmes békét, s küld az erőt a rossz karunkba, küldj halk esőt földjeinkre, s legyen gondod a barmainkra. Öntse enyhülést a lelkek tüzére, s tudsz, szeress, ha kell, fenyíts. Csak legyen béke, boldog megértés, miképpen mennyben, úgy a földön is. Nézd, éhezünk, ronyogba járunk, nincsen koldusabb néped, mi nálunk. Nézed a gyermek éhező száját, asszonyainknak bús kálváriáját, ha te nem segítesz, elveszünk. Ó, add meg hát a napi kenyerünk. Nagy úr, vétekkel igaz megrakódtunk, gőgösek közt bizony elsők voltunk. De most a házunk hanva van fejünkön, s a bűnbánat megtépte köntösünket. Isten, Istenes szerelemmel bocsásd meg a mi vétkeinket. Minket megvertél, magyar Isten, és megverted az őseinket, de fiainknak minden más név felejts el apái vétkét. Sok számolatlan számadásunk, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Torkunk rekedt a rimánkodástól, az ős magyar föld merülő gája. Jaj, tedd a szent kezed föléje, oltalmazd meg, vigyázz rája, és ne vigy minket a kísértésbe. A tenyereden, Isten apánk, hordod az embermilliókat. Mi is elférünk békében otthon, csak vesd ki köztünk az árulókat. Nem kell minékünk más hódolása, s nem vágyik a magyar sehová sem, csak engedj élni. Tüzekbe nézni, tilinkószónál mesét mesézni. És szabadíts meg a gonosztól. Amen. Most pedig a megemlékezés virágait helyezik el. Diós Jenő község önkormányzat nevében Tóth János polgármester és Alaksa Mihály alpolgármester. És Alaksa Mihály úr. Diós Jenő község intézményei nevében Paulinyi János, a Szentgyörgyi István általános iskola igazgatója, és Bacskai Sándorné, az Aranydió óvoda vezetője. Helyi szervezete nevében Kovács Csaba helyi szervezet vezetője, Fenyvesi András alelnök. Tűzoltó Egyesület nevében Kabai Lajos parancsnok úr.
kisebbségi önkormányzat nevében Radics Dezsőné alelnök. Nevében Keresztes János elnök helyettes úr. Diósjenőiek, kedves emlékező közönség, Diósjenő önkormányzatának képviselőtestülete nevében megköszönöm, hogy megtisztelték 1956-os emlékünnepünket. Viszontlátásra!